A balkáni országokban is áradásokkal küzdenek, Szerbiából már halálos áldozatról is hír érkezett. Koszovóban a metrükből kilépő folyók miatt volt, ahol egész településeket kellett kitelepíteni. Az előrejelzések szerint a térségben további csapadék várható a hétvégén, de ezúttal már inkább hó formájában. Térfigyelő kamera rögzítette a pillanatot, amikor a Raška folyó csütörtökön magával sodort két embert a szerbiai Novi Pazarban. Az egyikük épp a másikon próbált megsegíteni, amikor az erős sodrás őt is magával rántotta. A balkáni országokat sújtó heves esőzések miatt csütörtök óta számos helyen léptek ki folyók a medrükből Szerbiában. A megszokott méretének többszörösére dúzadó Limb folyó valóságos dagonyává változtatta Prijepolje városát. Az áradás már jelenleg is nagy károkat okozott, de az itt élők a vízszint további emelkedésétől tartanak. Az emberek már elkezdték kimenteni az értékeiket. Ha a vízszint fél méterrel tovább nő, az otthonok százaira jelenthet veszélyt, mondta egy helyi újságíró. Sienicában is kiöntött a Grabovice folyó. A helyiek homokzsákokkal és vízszivattyúkkal próbálják megakadályozni, hogy a víz bejusson a házakba. Az ország déli területein több településen is vészhelyzetet hirdettek. Novi Pazarban az áradás egy másik problémát is felszínre hozott. A várost folytogatja a szemét. A szerb belügyminiszter szerint ezt a lakosok hanyagsága okozza. Egész Szerbiában nagy problémákat okoz a szemetelés, amiért azok az emberek a felelősek, akik illegális hidakat építenek és a folyókba öntik a háztartási hulladékot, mondta Bratislav Gašić. A szomszédos Koszovóban sem jobb a helyzet. Mitrovicában úszik a szemét az utcákon. A helyi lakosok a hidakról szemlélik a kiáradt Libar folyót, amit a hatóságok földtöltések emelésével próbálnak visszaterelni a medrébe. Jablanicában különösen súlyos a helyzet. Itt szinte az egész várost elöntötte az ár. A házak udvarai óriási úszómedencékre hasonlítanak. A víz már az autók motorházát nyaldossa. Itt sokaknak el kellett hagyni az otthonaikat. Az előrejelzések szerint a következő napokban is nagy mennyiségű csapadék várható a balkáni országokban. Albániában volt, ahol már eddig is 120 mm esőt jegyeztek. Az Albán Védelmi Minisztérium az ország több régiójára árvízriasztást rendelt el. A hétvégén várható lehűlés miatt hóformájában is érkezhet a csapadék.